Good evening to everyone here in Berlin. Szép jó napot kívánunk minden kedves nézőnek! Itt is vagyunk az Európai LCS 5. hetének második napjával, amikor is kérem szépen, hát elkezdődnek a visszavágók, azaz lement már az első szakasza az alap szakasznak, ugye, és hát ugyan a tabellára majd fogunk egy pillantást vetni, de még nem, hanem kedves buci szakkommentátor társamat köszöntöm magam mellett, én jó magam, Thanatos vagyok, szerbusztok, csapjunk bele a lecsóba! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, pontosan, ha lenne itt egy lecsó, akkor most rám fröccsent volna az összes cucc belőle, viszont ténylegesen elérkeztünk a második feléhez az alapszakasznak, ha lehet így ezt mondani. Ugye 4,5 héten vagyunk túl, és jövő héten majd kezdődik majd az 5. hét, és most látjuk azt a tabellát, amiről beszéltünk. A tegnapi G2 sikernek köszönhetően ugye előre ugrottak az első helyre, megelőzték a Fnaticet, 16-17 volt még tegnap az állás. Mielőtt megnyerte két, hát az első talán nem is annyira laza, de a második az már sokkal-sokkal könnyebb meccsen a Fnatic csapatát, a G2, úgyhogy jelenleg ő fordulhat a pole pozícióból a következő 4,5 hétre, tehát mindenképpen lesz még rengeteg játék, és bármennyire is láttuk, hogy a tabella alján ott van akár a Rocket, akár az Orihan, matematikailag még bőven van esélyük. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy van még 4 hét, a mai napot most nem számít, de van még 4 hét, ahol 2 meccseket játszanak ugye minden héten, és alapvetően 3 pontot ír egy győzelem, akkor azért rettentő sok pontot lehet még összeszedni. Tehát a matematika az ott van, hogy mindenki, még az utolsókból ténylegesen elsők, az elsőkből pedig ténylegesen utolsók lehetnek, de ez ténylegesen csak a matek része, azért nem biztos, hogy ez így alakul majd. Egyáltalán nem biztos tényleg, hogy ez a tabella fölállás megmarad, és pont azért lesz érdekes még ez a mostani összeállítás, mert ugye alapvetően nem csak a sorrend változhat, hanem az erőviszonyok is. Ugye a 6 pontos, tehát a 6-ossal kezdődő patch szériákat, azokat az alapszakasz elején kezdték el kitapasztalni az LCS-ben játszó játékosok, úgyhogy mindenféleképpen most már egyfajta bemelegedésről beszélhetünk, és ennek köszönhetően a meta is egy picikét kezd talán lecsiszolódni, úgy tudnám megfogalmazni. A csapatok fejében is vannak olyan kompozíciók, olyan hősválasztások, amelyekkel már tudják, hogy mire lehet számítani, milyen akciókat érdemes bevállalni, vagy kit ki ellen érdemes mégiscsak választani. Eléggé sok scrim is lezajlott ugye a háttérben. Közben vessünk egy pillantást a mai menetrendre. Pontosan ma a 2. streamet fogjuk magyar nyelven közvetíteni, tehát a Unicorns of Love és a Schalke 04 fogja kezdeni majd a BO2-es összecsapások menetét, ezt követi majd a G2, illetve az Orihan párharca, majd végül a közös streamen ugye a Giants és a Fnatic fog játszani, a másik oldalról pedig majd, hát hogyha valakit annyira érdekelne, és éppen a kedvenc csapata szurkolna, akkor az EU-LCS egyen tudja nézni English nyelven, tehát magyarul ma a Unicorns of Love, a G2 és a Giants és az ő párosításai fognak játszani. Abszolút. Ugye nagyon fontos kitérni arra az aprócska kis választásra, már most például, nem is választás, hanem ugye változtatás, amelyet most a külföldi kollégák is kiemeltek, azaz mind a 6., mind a 9. héten az alapszakasz során egyértelműen megváltozik az európai LCS menetrendje. Ugye a 6. hét az már a jövő hetet akarja, és azt kell ilyenkor figyelembe venni, hogy lesz pénteken, illetve szombaton. Európa. Európai LCS, az észak-amerikai LCS marad, csak hogy érdemes mondjuk úgy készülni, hogy jövő hét szombatra nem terveztek semmilyen programot, mert délben elkezdődik az EU-LCS, tart egészen mondjuk 6-7-ig, és 9 órától pedig pörög majd az NA-LCS, majd a 9. héten, hogy mi lesz arra, majd kitérünk akkor igazából, mert az még inkább egy ilyen kis YOLO közvetítés nap lesz. Na de, ahogy már a mai napról beszéltünk, ugye a Unicorns of Love és a Schalke összecsapása lesz az első magyar nyelven. Ugye a Schalke jelen pillanatban a 4. helyen áll, és úgy gondolom, hogy megérdemelten. Tehát
a jobb csapatok ellen is, még amikor esetleg mondjuk rosszabbul teljesítettek, látszik, hogy megvan az összhang náluk, van egy elképzelésük, amikkel beérkeznek a játékba, mind az edzői, taktikai tanácsok jóknak tűnnek, mind pedig az egyéni döntéshozatal menete is sikerre halmoz a Schalke 04 csapatának. Úgy gondolom, hogy egy jó vétel volt a futballklubnak egyelőre. Abszolút bevált, én úgy gondolom, úgyhogy ezért ténylegesen már a megpedzegetett kis pletykák, hogy akár a Barcelona, akár a Valencia, vagy legalábbis a spanyoloknál igen, is szeretnének e-sport csapatot vásárolni ezek a futballklubok. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó példa, vagy legalábbis egy jó első próbálkozás így a Schalkétól. Mind a három mai meccs, amit magyar nyelven fogunk közvetíteni, 2-0-es végeredménnyel zárult, amikor még az odavágókat aha, játszották az első héten. Tehát Bucsi első... most nem spoilerezett, nem tudjuk még, hogy nem, mik lesznek a mostani mérkőzés. A mostanit nem, csak ugye a régit tudjuk, mm-hmm, hogy az első összecsapásból a Schalke tudott nyerni 2-0-ra, a másodiknál a G2 2-0-ra verte az Orient, a harmadiknál pedig a Fnatic 2-0-ázta le a Giants-et, és én úgy gondolom, hogy ma már sokkal nehezebb lesz ezeknek a győztes csapatoknak, akik az első körből győztesen érkeztek, sokkal nehezebb lesz mind egyáltalán elhozni a győzelmet, és én itt ma már azért számítok talán egy-egy döntetlenre is, ez ténylegesen attól függ, hogy mit tud hozni például a Unicorns of Love, aki azért tegnap egész szépen játszott az első mérkőzésen, a másodikra viszont nagyon összeszedték magukat a Splice-os srácok. Egyértelműen ugye a Unicorns of Love részéről azért tényleg nagyon sok jó megmozdulást lehet látni az utóbbi napokban. Az H2K 2-0-ázása fölébresztette mind a szurkolókat, mind pedig úgy gondolom a Unicorns of Love játékosait is, hiszen elhihetik, hogy van bennük még szufla, érdemes küzdeni, érdemes készülni a mérkőzésekre. Egy jópofa kis interjút készített az ESPN is a Unicorns of Love hát fősősen és ösvényesével, Vizi Csacsival, illetve a menedzserrel. Úgy gondolom, hogy benne van az ő részükből is az a hozzáállás, hogy mindig a következő mérkőzésre készülünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Ez látszik. Egyedül talán úgy gondolom az egy ahilles sarka a Unicorns of Love-nak egyelőre, hogy a szériákat hogyan teljesítik, azaz a második mérkőzés az még mindig sokkal izzadságszagúbb, és általában a vereséggel végződik a Unicorns of Love számára. És ugye beszéltünk az első összecsapásról, hogy a Unicorns of Love mit teljesített a Schalke ellen, ugye itt látszik Vizi Csacsi, aki nem ismerné, de szerintem itt olyan nincs a streamen, aki nem ismerné őt. Tehát, hogy teljesített? Ugye ez az első héten történt, és akkor valahol a Unicorns of Love gyermekbetegsége is feltűnt. Tudnélik azt, hogy a korai szakaszában a játéknak nem nagyon tudtak mit csinálni. A Schalke mindkét mérkőzésen jóformán végig aranyelőnyben volt. Tehát a 20. tehát a játék első szakaszát 2-3 ezer aranyelőnnyel meg tudta nyerni, ez pedig a tegnapi gyönyörű szép első gyilkosság is, ugye az első elhozott mérkőzése a Unicorns of Love-nak. Nagyon jól játszottak, és konkrétan ráerőltették a Sprice-ra az ő játékukat. Ezt kéne most is majd a Schalke ellen művelni, illetve amivel már nagyon sokat fejlődött, én úgy gondolom, a Unicorns of Love, az a célpontkezelés. Uh-huh. Most már sokkal jobban mozdulnak ki sárkányokra, sokkal jobban hozzák el a válaszreakciókat a tornyokra, mert azért a Schalke ellen az, hogy nem tudtak elhozni az első mérkőzésen nulla sárkány, nulla baron, eljutottak 3 darab toronyig, ami ugye pont az első mérkőzés volt egy ösvénycsere, tehát ott az nem nagy cucc 3 toronyt elhozni, amikor már rögtön a 4. percben vagy 5. percben 2-vel kezdesz, de hogy ott megállt a tudomány, innentől kezdve nagyon nehéz volt, mert a Schalke a 2. mérkőzésén a Unicorns of Love ellen, itt pedig hogy az a szenzációs Gnár ulti, amit Steve mutatott be tegnap, hát egyszerűen megőrült ezzel a karakterrel. És amúgy a tavaszi évad teljesítménye alapján a Vitality, hát sokkal nagyobb erőt kellene, hogy képviseljen. A Schalke ettől függetlenül képes volt ugye egy 1-1-et lehozni tegnap vele szemben. Ez is mutatja azt a Schalkénál, hogy benne van a potenciál, nem mindig tudja attól függetlenül kihasználni a benne rejlő erőt, viszont megpróbálja és küzd, és akár kockázatosabb választásokat is hoznak, mint például ugye a Gnár választás,
És úgy gondolom, hogy a Schalke-tól nem félnie kell a Unicorns of Love-nak, hanem tiszteletben kell tartania a lehetőségeket. És itt abszolút ki szeretnék térni egy olyan apróságra, hogy Shen választás, illetve Jin választás, egy kicsit a hősökről beszélve. Uh-huh. Ugye itt az ötödik héten, azaz a tegnapi nap folyamán, 6 darab Jin került elhozatalra, közben látjuk a Unicorns of Love-nak a felhozatalát, játékosan jött a felállását. Vizicsosi fősősvény, Move a Jungle-be, Ixal középen, Veritas és Hillisang párosa pedig majd az alsó ösvényen, és ha már az alsó ösvényen beszélünk, akkor a második mérkőzésen a Schalke például volt, hogy 3 perc alatt elhozott 4 tornyot egy csapatharc után a középső és az alsó ösvényen. Úgy be tudott indulni a Schalke csapata, akikinek de... amúgy a felső ösvényén Steve van, Gidius a dzsungel, Fox középső ösvény, Mr. Ralezi Sprattel pedig az alsó ösvény képviselik, és amire kitértél statisztikára az előbb, az is jól mutatja, hogy a Schalke is, hogyha kap egy kis lendületet, esélyt, lehetőséget arra, hogy büntesse az ellenfél csapatát, akkor azt meg is teszi egyértelműen, és ahogy te is mondtad, akár egy küzdelmet követően is, 3 torony könnyedén ledőlhet, és ha belegondolunk, azért az eléggé jelentős mennyiség, mind pénzben, mind tapasztalati pontban, mind pedig pályafölötti kontrollban. Pontosan, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a Jin és mind a Shen választás egy olyan dolog lehet, ugye tegnap is volt 5 darab Shen, amiből 3 nyert, 2 veszített, tehát nem feltétlen biztos a Shennek a győzelmi rátája, viszont tudjuk azt, hogy általában a csapatok mostanában, így körülbelül a 3. hét óta, azért elég erőteljesen csacsira fókuszálnak a választási és tiltási fázisban, a tiltásokban. De most, hogyha már erről beszéltünk, akkor szerintem nézzük is majd meg, hogy alakul majd az első mérkőzésnek ezen fázis, ahol a Unicorns of Love lesz majd kék oldalon, míg a Schalke piros oldalon, így ők kezdik majd a választásokat, és rögtön ide ugorban Svein Nidali Azir van az Unicornisoknál, míg Vladimir Bárd, és még egy jó kérdés, hogy ki az, aki a Schalke oldaláról tiltó listára kerül? Úgy gondolom, hogy a Shen tiltással ugye Vizi Csacsinak azt az ikonikus választását blokkolhatják, viszont hogyha nem tiltják ki, akkor is ugye a Schalke 2 nagyon jó hőst választhat ki rögtön, így van, Ash lesz az a hős, akit nem látunk a mostani mérkőzésen, Csacsi elhozza magának valószínűleg azt a Shent, ez jó. Valószínűleg a Schalke-nak ettől függetlenül mondjuk lesz erre válasza, illetve Steve, hogyha megint hozza a Gnárt, Steve nem feltétlenül fél a Shen-től, akivel tegnap Csacsi tudott büntetni Gnárt, viszont a Vitality részéről Kabosád nem tudta megfelelően Steve-et büntetni és akadályozni az előre jutásban, úgyhogy bevállalhatja a Gnárt is akár még Steve a mostani mérkőzésen. Nagyon nagy kérdés, hogy inkább mit hoznak el, Karma és Jin lehet, abszolút, hogy ez jön. Abszolút egy jó választás. És azzal, hogy bár tiltó listán van, akivel azért Hillisangnak is megszaladt tegnap a keze, és azért csinált egy-két gyönyörű szép játékot Bárddal, így azért megint csak megmarad az, hogy most vagy jövök egy Trundle-lel, aki talán nincs tiltó listán, akkor mellé olyan lövészt kéne választani, mint például akár egy Caitlyn, aki mindenképpen felveheti a versenyt talán Jinnel és a távolsággal és a csapdákkal, eléggé jól tud majd zónázni, hasonlóan akár egy Viktorhoz, szintén ő is az ostromlások és a zónázások nagymestere, ez a két hős, hogyha egymás mellé kerül, akkor konkrétan le tudnak fedni úgy egy egész ösvényt, hogy konkrétan körül tudják ölelni az éppen megostromolni kívánó tornyot, hogy ne tudjanak közel érkezni a védekező játékosok, illetve még védekezni is tudnak a saját tornyuk alatt, úgyhogy mindenképpen a lehetőség a zónázásra megvan ebben a két karakterben. És azt akartam még kiemelni, hogy az első pár hétben a Schalke-nak jóformán a felső ösvény párosa, hogyha úgy nézzük Steve és Gilius, illetve a középső ösvény Fox volt az, aki remekelt. Aha. Ők nagyon erősek voltak, nagyon jó statisztikákkal tudtak érkezni a meccsekre. Viszont én úgy gondolom, hogy azóta Mr. Ralez is elkapta már a fonalat, neki is vannak gyönyörű szép játékai, ma ezt majd egy Jinnel mutathatja meg, és egyébként már lelőtték kb. A Schalke és srácok, hogy mit szeretnének hozni, az az Elise az már ott volt, Gilius kezébe mindenképpen jöhet, egyébként Move-ba is nagyon jól mutatna. Abszolút. És ugye a Gnár, amiről beszéltünk, hogyha hozza Steve, akkor kérdés az, hogy mit tud majd vele kezdeni.
az ösvényen egyelőre csacsi, vagy hogyha ösvényváltás lesz, akkor ki az, aki jobban lemarad? Move kezébe ugye most már nem érkezik az elit, hanem Giriusnál lesz. Feltehetőleg egy Rek'Sai jön majd a Unicorns of Love részéről a dzsungelbe, hiszen Move-nak még az egy kedvenc hőse, bár Olafot is láttuk már az ő karmai alatt. Ami tuti, hogy Veritas kédlinezni fog, ami egy jó választás lehet Jinnel szembe, hiszen a megfelelő lőtávval rendelkezik Caitlyn is, így tudják egymást hátulról és messziről piszkálni. Az lesz a nagyon fontos, hogy milyen támogató játékost kap magának Hillsong, hiszen képes lesz a piszkálódásra Karma és Jin párosa, meg aztán főleg. Egy jó belső láng után nőhet a kivirágzás, és már is helyhez van kötve az ember, és eszi csak a sebzést. A Braum választás nem lenne rossz Hillsongnál, lehet, hogy egy Nami jobban passzolna a gyógyítás miatt, mert ugye az előbb említett piszkálódást érdemes kompenzálni valamivel. Viszont a Rek'Sai is egy olyan dolog lehet, ami odaérkezik Move kezébe, tegnapi nap folyamán szintén láttuk nem egyszer. Na már most jön a nagy kérdés. A Schalke milyen középső ösvényes hőst fog elhozni? Hú, arra a Lulu nagyon meglepődnék. Rettentő módon. Majd nagyon lepődj meg, ha elhozom. Jó, mindenképpen majd valamilyen hangeffektet is kiadok, hogyha ez mégiscsak beválasztásra kerül. Én is úgy gondolom, hogy a Nami jó választás, vagy legalábbis egy jó ötlet. Így megvan ugyanúgy a szurkálódás az apály és a dagály a korai szinteken. Megvan a kezdeményezés mind a buborékbörtön, mind pedig a Tsunaminak köszönhetően, és azért a gyógyítás sem árt, hogyha ott van Veritasnak. Uh-huh. Move Rek'Sai-ja pedig megadhatja azt a kellő falat vízicsacsival egyetemben, akik mögül majd mind Veritas, mind pedig Ixai tudja osztani a sebzést. És nagyon válogatnak, de végül Cassiopeia az, aki érkezik majd Fox kezébe. És így egyrészt lesz kővédermesztése a középső ösvényen, ami nem rossz, akár jöhet pontosan Ixai-nál az a idézői varázslat, ami ugye leszedi ezeket a Gnar végső képességeket, aha, a Gilius-féle gubókat, vagy esetleg Foxnak a kővédermesztéseit, tehát a megtisztulás mindenképpen egy jó idézői képesség lehet Viktornál. De nagyon fontos, hogy hogy játssza meg Fox ezt a Cassiopeiát. Mármint, hogy igazán idén olyan nagyon domináns Cassiopeia még nem érkezett az idők szurdokába, vagy legalábbis én olyan meccset, amin Cassiopeia volt, és uralni tudta a pályát, talán Jensennél láttam egyedül. Abszolút, pont őt szerettem volna kiemelni. És nagyon kockázatos választás is mindig az a Cassiopeia. Ugyan a játék későbbi szakaszában kellő mozgási sebességgel fog rendelkezni, mert a passzívja ugye most már folyamatosan adja neki a mozgási sebességet, de nem tudja ezt felgyorsítani egy csizmával, vagy bármivel, mert hát ugye át lett alakítva, és ez büntethetővé teszi őt még a középső ösvényen. Kell a sárkány neki. Kell a sárkány is neki, az biztos, hogyha jön felhő sárkány, ugye. Ami talán külön kis pikantéria lehet, az az, hogy ugye egy újfajta tömegirányító képességgel rendelkezik a Cassiopeia, ami jelen esetben igazából Shen, Rek'Sai és még Caitlyn esetében is ugye hát rosszul sülhet el, mert nem tudnak elmozdulni. Pontosan ugye ez a röghöz kötés nevezetű magyar fordításban érkezett, ami ugye nem az, amit azt jelenti, hogy akkor oda gyökerezi a földhöz, mint mondjuk egy maokáj, hanem mozogni azt tudsz, csak ilyen képességet nem tudsz használni, hogy ebből az egész lassításból, mert ez egy folyamatosan lassít kigyere, és ez nem más, mint ugye a Cassiopeiának az átalakított méreg felhője, ami most már nem nő, mint régen, hanem egyszerűen egy ilyen... Férfi, abszolút, ilyen, igen. Egy ilyen legyező alakban röppen ki, kedves kis kígyónk, hát nem tudom, kezei közül, és ugye azért a méreg fog most már nem számít az, vagy legalábbis most már kevésbé számít a mérgezésnek a hatása, nem úgy, mint régen, ott azért nagyon fontos hát volt, hogy... Hát nem a töltés, hanem a sebzés szempontjából. Igen, is most már csak a sebzés az, ami mindenképpen fontos, illetve én úgy gondolom, hogy a villanás kővédermesztés kombónak hát idejében és nagyon jó szituációban kell elcsattania ahhoz,
hogy ez ténylegesen meg tudja fogni esetlegesen a Unicorns of Love játékosait. Egy Viktor, én úgy gondolom, hogy talán magabiztosabban tud majd a saját ösvényén maradni, illetve majd egy csapatharcban a sebzését kiosztani. De közben érkezünk az idézők szurdokába, és elkezdődik az első játék. Pontosan. A Unicorns of Love és a Shark and No Fear küzd meg egymással. Előbbi a kék, másik a vörös sarokban. Amit feltétlen ki kell emelnünk most már, hogy Cassiopeiának ugye ezt a fajta átalakítását kiveséztük. Most egy picit levesszük a hangot, ugyanis nagyon behallatszik a külföldi kommentár. Teljes mértékben, és amíg ezt a problémát megpróbálják megoldani a kinti kollégák, és nem Krepót, valamint Csepát hallgathatjuk, megtörtént. Megtörtént. Leszették, úgyhogy most már hallja mindenki a játékot is, és minket is. Öröm és boldogság. Ahogy van, örüljetek ti is, hogy hallottok minket. Szevasztok, királyság! Na de, amit szerettem volna mondani, hogy Foxnál ott van egy gyorsítás, ugye pont amiatt, hogy ezt a fajta mozgási sebességből jövő hátrányt a játék első szakaszában tudja kompenzálni, illetve a lekövetés is nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a méregfogakat ki tudjad adni magadból. Mr. Alles és Sprattel lebukik. Eléggé furcsa amúgy jelen pillanatban is még a játék hangja, ezzel ne törődjetek. Főleg most, hogy kiemeltem, véletlenül se figyeljetek rá, mert baromi nehéz lesz nem figyelni rá innentől kezdve. És melindul a szurkálódás folyamatosan, erre vártunk, hogy Karma és Nami majd előre fog ugrani, és mind a belső lángokkal, mind az apá és a dagájjal egymást fogják kóstolgatni, miközben Veritas és Mr. Lares próbál majd farmolgatni. Ugye ösvényváltás történt, viszont válasz is érkezett erre, tehát kialakul az ösvény taktika, az ösvény fázis, hogy mindenki egymás ellen, a felső ösvényesek ellen, az alsó ösvényen, míg fordítva ez itt a felső ösvény. És az első sárkányunk egy óceán sárkány, ami egyébként talán mindkét csapatnak jó lehet, de nem feltétlen prioritás, nem feltétlen olyan talán fontosságú ennek elhozatala, hogy ezért nem tudom, időt, vagy energiát, vagy esetleg egy-egy tornyot, vagy gyilkosságot áldozzanak a csapatok, de azért érdemes lehet elhozni, mindenképpen jó az, hogyha van egy kis bónusz regenerációd, miközben Exile azért eléggé veszti ezeket a cseréket, köszönhetően annak, hogy Fox a méregfogakat folyamatosan tudja lövöldözni rá, miközben Gilius az, aki lenéz ide a folyóba, látja, hogy a sutyerákot már elhozta Move, innentől kezdve visszafordul, és inkább a saját pengecsőreit fogja elhozni. Tehát kialakul maga az ösvény fázis, úgyhogy nincsenek nagyon korai torony döntések, hanem szépen az ösvény dominanciát kell majd kialakítani valakinek, Steve-nek, illetve Vizicsacsinak egymás ellen, vagy Veritasnak, vagy Mr. Ralesnek. Nagyon kíváncsi leszek Csacsi és Steve párharcára, ugyanis Igzára csattan a gubó, viszont a megtisztulást elhasználja, emiatt életben marad. Ugye Foxnál nincsen égetés, csak egy méreg felhő, és pont erről beszéltem, hogy Csacsi tegnapi nap folyamán Wunder tökéletesen tudta büntetni, amikor ő Gnárral érkezett, és Csacsinál sen volt. Ezt ma is megmutatja amúgy Csacsi, hogy képes a Gnár ellen nagyon jól senezni, és lehet, hogy nem véletlen volt már az a korai választás a Unicorns of Love-tól, hogy megkapja Shen Csacsi, nem csak azért, mert magabiztos hőse, hanem mert Steve ugye erőteljesen, tehát előszeretette hozzá el a Gnárt, és egyfajta ellenválasztás meg is van így. Ez viszont egy nagyon jó ötlet, én úgy gondolom Move-tól, feláldozta a kék erősítését, az első kéket, így a negyedik, ötödik percben, és inkább odaadta Exile-nak, köszönhetően annak, hogy ugye érkezett már rá a középső ösvényen egy rajtaütés, kellő életerőtörés manától szabadult meg, és nem akarták, hogy korán haza kelljen mennie annak a Viktornak. Így a kék erősítéssel ő nyugodtan kimaradhat tovább, van még egy sütije is, tehát hogyha bármi gond lenne, azért azzal még tudja tölteni mind az életerejét, mind a manáját. Szóval így vissza tud jönni egyrészt farmokban, másrészt úgy tud majd hazamenni, hogy már lesz kellő mennyiségű pénze ahhoz, hogy vásároljon. Fox ezt már megtette, most fog kijönni majd az ösvényre egy istennő könycseppével, amit neki mindenképpen gyűjtögetni kell, mármint a jelzőket. Vizicsacsi pedig feltolja az ösvényt, és már egyébként tapasztalati pont előnyben van, sokkal hamarabb lépte meg
azt az ötös szintet, amit Steve csak most tudott befejlődni, egy 10-es farmelőnyt már fel is dolgozott magának Csacsi, Gilius pedig egy őrszemen át, de azért a déli dzsungelében van a Unicorns of Love-nak, ezt tudja Move is, pontosan meg is találja. Pontosan, viszont a felemelkedés, leereszkedés, bármennyire is jól alkalmazza Gilius. Nagyon szép akció volt, nem tudott Move arrébb menni, és ez meg is látszott a méregpálának köszönhetően. Fox tökéletesen jól mozgott végig hátul, és hát ugye Gilius is jól reagált. Küzdelem megy, izzadságszagú az a középső ösvény maradva ennél a gondolatnál. Abszolút, és egy-egyet cseréltek azért, tehát Giliusnak ugye ki kellett villannia Viktornak a mezejéből, a gravitációs mezejéből, míg ugye Foxnak a felhőjéből kellett szintúgy egy villanást használni a Move-nak, hogy ne legyen sokkal nagyobb bajban, mert érkezett Gilius, aki nagyon szépen lőtte még visszafele azt a gubót, innentől kezdve volt esélye érkezni annak a Foxnak, aki még azért a gyorsítását is elhasználta, tehát most ez nála nem elérhető, de mivel ez egy kicsit erősített idéző képesség, ezért ez hamarabb, sokkal hamarabb lesz nála megint csak elérhető. Tehát egy-egy villanást a dzsungelesek hát beáldoztak a középső ösvényen, így azért mind Move, mind azért Giliusnak okosabban kell majd rajta ütnie. Talán Move-nak nagyobb fájdalom ez a villanás. Nagyon okosan kell kiszámolni azt, hogy hova érkezik majd a föld alóra ahhoz, hogy jól tudjon felütni. Míg azért Gilius, ha jól céloz, akkor azért neki elég akár a gubó is. Természetesen jó, ha egy villanás gubóval tudsz biztosan találni, de azért neki talán a távolság is megteszi a gubó miatt, miközben Ixar elhasználta végső képességét, hogy farmoljon, mert ő már haza akart menni. Végre valahára, ugye? Nagyon szépen mozdul ki Hillsong és Veritas a kivirágzás elől. Ennek köszönhetően Mr. Alice és Sprattel kombója nem jön össze. Pontosan épp ki akartam elni, hogy Mr. Alice-nek hamarosan haza kéne mennie, mert nincsen manája, és jó lenne vásárolni, és mint láttuk az arany statisztikákat, ő ezt meg is teszi, és gyorsan haza baktat, ugyanígy jár Veritas, Hillsong és Sprattel is. Nyugis! A lövész támogató párharc jelen pillanatban mind a két oldalon. Egy kék erősítést megkap Fox is. Ezzel a mana gondjait valamilyen szinten kompenzálja. Nem is nagyon tudtam, hogy az istennő könycsepjét mostanában így alkalmazni és gyűjteni rá a jelzőket, mert be kellett osztania a manáját, hogy megfelelő mennyiségű legyen. Ugye nagyon jó trükk az, hogyha akkor is tudod erre a jelzőket gyűjteni, közben Exile nagyon szépen hozzá a kis csirkéket. Kis csirkecombit gyorsan vacsora előtt. Szóval hogy azért nagyon jó, hogyha tudod akkor is az istennő könycsepjét erősíteni, amikor nincsenek minionjaid, ezt nem tehette meg Fox, mert amúgy elfogyott volna a manája, most már megteheti bőven. Ez így is van, miközben Gilius sétál vissza, elhelyezett még pár őrszemet a Unicorns of Love déli dzsungelébe, közben visszaváltották az ösvényeket, és a fejlővés pedig talál arra a Jinre, viszont Hillsong van egy kicsit bajban, viszont nem talál a kivirágzás, innentől kezdve vissza lehet vonulni, és azért köszönhetően annak, hogy ő is volt otthon, látókővel rendelkezik, illetve bevásárolt kellően sok süteményt, vissza tudja tölteni, nem csak a gyógyításának köszönhetően, hanem ezeknek a tárgyaknak köszönhetően is az életét. Ott van bizony egy Nagyon szépen látó. Tette át a mindent látót amúgy közben Sprattel. Így nem kapta meg a 30 alanyát, sem Veritas, sem Hillsong. Ugye attól függően kiölte volna meg azt a mindent látó őrszemet. Viszont Hillsongnak van ott egy, és azt el is tudják majd hozni. Egy kisebb fajta kijátszás az őrszem játékot most a Sáke nyerte meg a Unicorns of Love ellenében, viszont ők vezetnek aranyban, tehát hogyha azt nézzük, hogy ez a 200-300 arany különbség már lassan 400 is meg lesz, azért látjuk, hogy mind a felső ösvényen, mind most már lassan az alsó ösvényen tud vezetni mind a lövész, mind pedig a felső ösvényes vízicsacsi, és ez azért jó jelnek tűnik, miközben Giliusék kezdik el a sárkány köszönhetően annak, hogy egy kicsit feltolták az ösvényt a Unicorns of Love-ra. A kérdés az, hogy érkezik-e, hát Move ide nem nagyon, de tud érkezni, csak nem fog már időben érkezni, elhasználja a végső képességét, de végül
ezt inkább én úgy gondolom, hogy Unicorns of Love azt mondta, hogy az a biztos, hogyha ebben nem fogunk most már beleszólni, messze is vagyunk. Jaj, Iris Sangra viszont érkezik közben Shen is. Ez jó lehet, ott a teleport. Mr. Hall, ez lesz az első gyilkosság áldozata, Csacsi hozza el. Meggyőz Steve is, ő nem lehet meg Agnár, viszont nem érdemes leüldözni őt. Wow, te is láttad ezt a valamit? Nem tudom, mi történt. Váltottunk, ráadásul nagyon sokat ugrottunk, az adás élő maradt, most már visszatértünk a rendes nézetbe. Távolságot váltottunk. Azt is, mindent. Steve közben megagnál rá átalakulhat, kap egy fejlövést is, jó nagyon a buborék börtön, hiszen viszont ezt túléli Steve-nek, van villanása, nagyon kezdeményezni, de nem fog. A lényeg, hogy nem maradtunk rá az első gyilkosságról. Nem maradtunk le bizony. Ebből egyébként kimaradtak a középső ösvényes játékosok, még azért szépen égett egy picit Exile azzal a halálos sugárral. Viszont Vizicsosi nagyon jól jött a végső képességével, egységben az erő nem kellett elhasználni így a teleportját, amivel most kihasználva a felső ösvényre tudott jönni. Jó, Exile, te kis sunyi! Na nézzük, de nézzük meg a visszajátszást. Hillisang és Veritas az, aki kezdeményez, nagyon sok sebzést kap meg Hillisang, viszont nagyon jó a kezdeményezése, rögtön még villan is, utána is jön rá Vizicsacsi, hogy még el tudja érni a felbőszítéssel. Steve későn jött a teleporttal, Gilius pedig igazából nem csinál semmit, mert Move mindkettőjüket kizónázta, tehát sem Gilius, sem Mr. Rales nem engedte a közelbe az a Rek'Sai, nagyon jól játszotta azt a fal szerepét, hogy ti ide nem jöttök addig, amíg azt a gyilkosságot el nem hozzuk. Így 1-0 az első gyilkosságot megszerezte a Unicorns of Love, ugye az első óceán sárkány cserébe a Schalke csapatát, erősíti viszont a következő sárkány, és ugyanebből elemből, tehát a víz elemével fog kikerülni. Erre akár most már a Unicorns of Love is szemet vethet. Jelen pillanatban Fox tartja a farmot Viktorral, és egy rajtaütés szervez Giliusszal együtt. Megtisztulás van, Fox elhasználja a gyorsítását. Kérdés, hogy Exile merre használja el? Jaj, a kővédermesztés nem jó, viszont Exile-nak villannia kell. Gilius pedig teljesen le van maradva. Nagyon rossz helyen volt, hát a borra való semmi ehhez képest, mint amennyire ő ezt most gyakorlatilag elszámolta. Igen. Pont azért semmi mellé van maradva. Steve borra pedig néz meg, Csacsival nem nagyon tud mit kezdeni, most ugyan visszacserél egy kicsit, de leginkább azért, mert torony alá menekülhetett volna bármikor, és ezt Csacsi nem kockáztatta meg. A naptűzköpeny ugye készen van már Vizicsosi, plusz még azért van még egy kis páncélzata, tehát bármennyire is a kalapácsoknak köszönhetően tud ezzel valamit kezdeni Steve, azért láttuk, hogy nem nagyon sokat. Veritas találja el közben a kivirágzás és még a belső láng is, így érkezik majd Gilius. Erre rálátása nincsen a Unicorns of Love-nak. Pontosan, a Gubo viszont nem talál, így van, nagyon szép gól jön az egységben, az erői splatter nem lehet így befejezni, Hillisang még mehet egy jó kis apálydagály. Nem lesz meg! Túléli végül Sprattel 24 életerővel, majd az még regenerálódik is. Move ugye hát folyamatosan ki lesz zónázva, viszont jó, halál 4 felvonásba, Veritas egyelőre eltáncol, egyet megeszik, Hillisang. Csacsi, te tank! Nagyon szép volt. Egy toronnyal válaszolt a Unicorns of Love, és mennyire szép Exile-nak a rotációja, nem tud ezzel majd mit kezdeni Steve, mert ott van Viktor. Viktor ott van, Fox azért a középső ösvényen tolja föl a toronyig a minionokat, ott mindenképpen több sebzést fog majd elszenvedni a külső torony, bár nem, mert Move viszont elhasználta a végső képességet és érkezett a középső ösvényre védeni, tehát eddig a Unicorns of Love nagyon jól forog, Steve egy kábítás után abba hagyta Exile-nak a követését, maximum egy jó kis idézői képességet tudott volna kicsalni még a falhoz csapással, de nagyon jól mozgott közben Exile, hogy ne lehessen őt a falhoz vágni és ezzel kábítani. Tehát nagyon jó volt a forgás, amint említetted, hogy Exile érkezik a felső ösvényre, utána a rajtaütés után Move pedig a középső ösvényre. Hát teleportált kvázi a végső képességével, de úgy láttam, hogy Csacsi eddig kétszer használta az egységben az erőt, és mindkétszer kulcsfontosságú volt, nagyon jól jöttek, arról nem nagyon tehetnek, hogy Sprattelnek van egy inspirációja, ez a karmához hozzátartozik, kulcsfontosságú volt, hogy azt a képességét még időben el tudta használni, mert bizony rettentő sokat védett rajta az a kis pajzs. Morellonomikont vásárolt közben Fox első tárgyaként, és befejezte Steve is.
a fekete hasító várdot, miközben Xark folyamatosan fejleszti a Hextech agyát, illetve a lassítások ellen vásárolt egy jó kis fürgeség cipőjét. Girius úgy használja el most amúgy ezt a lencsét, hogy Sprattel végig sétált azon a bokron, ott volt már a mindent látó őrszem, és tovább ment. Semmi plusz info nem volt, és ráadásul még egy mindent látó őrszem is ott volt a bokorban, tehát Giriusnak ez a lencse használata... Hát, több, mint luxus. Így van, viszont lux helyett itt van most karma menekülése, sikerül még elkapni időben, viszont ott van Jin is. Ó, pont jó a lekötés, viszont az nem Jintől jött. Halál négy felvonásban move halálához fog vezetni. Csacsi érkezik, de menekülni tud. Viszont túlságosan sokan vannak itt, köztük Cassiopeia is, úgyhogy még ha akar, provokálhat egy picikét. A sárke, itt vannak, mint mondottam, öten, mert jön Fox, ebből baj lehet. Nagyon nagy baj lesz, Steve átalakul, két emberes falhoz vágás, Veritas azonnal meghal, és Csacsi szintén ugyanígy járhat, még hogyha az alaptámadásokat most blokkolja is. Csacsi nem tud ezzel az akcióval mit kezdeni. Három ember hal meg összesen a Unicorns of Love részéről a felső ösvényen, és toronnyal nem fog tudni valószínűleg válaszolni a Unicorns of Love, hiába koncentrált Xal végig a középső ösvényre. Pontosan, de azért szerintem a feléig minimum le tudja. Ó, na, majd, meg majdnem, lehet. Majdnem, 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 egész alattámadás. Sok, az... Ez pont nem lesz meg, viszont Xalnak vissza kellett vonulnia, mert jött Gilius is. Igaz, a Gubó nem talált, így nem tudták a gyilkosságot elhozni, és haza meg lehet állítani a hazamenetelét Giliusnak, illetve a kis pók ivadékokat megölni. Nézzük a visszajátszást, ugye Sprattel az, akire rá kezdeményeznek Hillisangék, nagyon okosan szeretnék kiszedni egyébként azt a mindent látó örszemet, ami majd még meg is maradhat, de rögtön jön a teleport, és megint csak köszönhetően annak, hogy nagyon szép az inspiráció, illetve az égetés. Move-ra érkezik mind Steve, mind pedig Gilius és a Gubó talál, utána pedig öten voltak már fönt, össze tudták csukni a Unicorns of Wrath 2 darab játékosát. Ajaj, viszont bajban lehet, Move elhozza az óceán sárkányt és el tud menni, mert a méreg pára az nem volt túlságosan jó helyen. Az egy lövéses torony, valaki elmeri hozni, meg lesz fiúk. Hoppá, Fox azért még itt tud trükközni, ha akar, Hillisang a buborék börtöngéjével mellé lő. Fox megesz egy halálpontos fejlővést, ki lesz a torony? Viktor! Azért mert gyorsabb az alaptámadás, nem úgy szerintem Hillisang előbb kezdte el azt az alaptámadást bevinni. Na de! Megvan a második tornya a Unicorns of Love-nak, és itt hiába 1-3 a gyilkosságok aránya, az aranyelőnyt még mindig ők élvezik. És még akár a felsősvényen is válaszolnak egy toronyjal. Ez egy jó rotáció lehet a részükről. Viszont nagyon szépen jöttek föl közben a sárke játékos olyan lemaradásból, tehát mind Steve, mind pedig Mr. Rales ledolgozta azt a hátrányát, ami miatt megvolt a 4-500-as Unicorns of Love előny, így hogyha ők válaszolni tudnának tornyokkal, miközben Steve lehet bajban. Így van, Steve már nem megy sehova. Pont. De elvileg jófelel mindenki, mert szegény megör nára. Abszolút, de jó is volt, mert így meg lehet még egy torony, és erre nem tud válaszolni a Shulkenu film, maximum megpróbál még egy akciót kivitelezni, de arra meg lehet reakciója azért a Unicorns of Love-nak. Nézzük, mi volt itt a felsős. Ez még a felsős, vényes, nagyon jól érkezik Steve, és a Megagnáriával két embert vág falhoz, utána egyébként Caitlyn mozogni se tud a második kábításnak köszönhetően, ki tud jönni, még nagyon szép az inspiráció, így egymásnak átadogatva a torony sebzést, be tudták még fejezni Vizi Csacsit is. Ezekkel a... Erre gondoltál, hogy ez fog jönni, vagy a felső ösvényes Steve... Hát szegény Steve Rekt. Hát gondoltam, hogy a Steve Rekt érkezik. Viszont ugye még lemaradtak az előző lehet, akció ez. Végével a kinti kollégák, úgyhogy azt is meg kellett mutatni. Steve jól érkezett tényleg a Megagnárral, és Fox az, aki jelölt le a kalappal, mert zseniális ötlet volt, hogy most megkerüli az egész akciót, nem volt hová menekülnie. És nem is még a kővédelmezést egyébként el se kellett használnia, tehát nem. Hogy az ilyen plusz extra biztonság volt még egy végső képesség Cassiopeiánál. Közben vásárol Mr. Rales egyébként egy átoknyelőt, ami érdekes választás, tiszteli Xalnak a Viktor sebzését. Nagyon, tehát második tárgyként nem feltétlenül ezt szoktuk meg a Jinneknél. Sőt.
hogy ezt választja, ha még nem is feltétlenül építi ki teljesen a Malmortius bendőjévé, hanem csak megtartja magát a pajzsot, és majd csak később, amikor több pénze lesz, akkor fejezi ezt be, akkor is ez olyan furcsa lehet. Viszont az, hogy Gilius vásárolt egy Hextech lőfegyvert, illetve egy óriások övét, ez is egy jó kis ötlet lehet plusz. Ó, Gilius a jó közben a buborék börtön, viszont érkezik pár sálkés játékos és halálpontos fejlővés. Hiába talál be, ez ide kevés lesz. Viszont villant. Pontosan, villant, és haza is kell mennie, mert ennyi életerővel még egy gubót se akar leköpni, mert közben az élet fogja őt megköpni, vagy pontosabban a halál. Na de, egyelőre az történik, hogy ugye Szurdokirnekinek erősítése ott van, Csacsinő egyedül bátran mehet és küzdhet és nyomhatja az ösvényt, főleg, hogy a tankosság már megvan neki, abszolút, végül egy higanyléptekre költött, pedig amúgy még egy tolvajsúranót is vehetett volna, ugye a kezdeti indítás alapján még mindig ott van az a lágyvért nála. Szóval, ami biztos, hogy Csacsi le tudja játszani Steve-et, tud párhuzamos ösvénytolást kivitelezni, és két lehetősége is van visszajönni, kulcs fontossága az ő szerepe a Unicorns of Love mostani kompozíciójában továbbra is. Szép közben a táncikálás Sprattelnek a mantrázott belső lángja elől, így senkit nem talált el, sem a lassítás, sem a területi sebzés, mint ahogy Cassiopeia is hátrébb tud csúszni, akár van cipője, akár nincs, azért ő már 13-as szintű Veritas kapja meg. Ajaj, gubót is, viszont ott van move, ez ide kevés, Fox viszont azonnal meghal, mert jó válaszol, X-Zár, ráadásul megérkezett Csacsi, Girius szintén ott adja a fogát, nagyon jó válaszlépés, Mr. Rales még a Jumus ellenkardját is elhasználja, hogy el tudjon menekülni, mellé megy. A kivirágzás, így nem sikerül helyhez kötni Csacsit, viszont egy gyilkosságra azonnal kettővel válaszolt a Unicorns of Love, és idézői képességektől kezdve mindent megpróbált bedobni a sárkányt, hogy túlélje ezt a küzdelmet. Csacsinak nem biztos, hogy jó, hogyha folyamatosan ő tankolja ezt a tornyot, főleg így, hogyha még a kivirágzás is betalál, Steve viszont át akar alakulni, és át is fog alakulni. Ki tudja használni? Ez a Balaton ez sajnos olyan, mint... Hát semmilyen. Arra tökéletes, ez mindig, ez egy tuti aduász, viszont megvan a torony, és nem tudta a sárkány három emberrel, úgyhogy még a Megagnár is ott volt, megakadályozni a Unicorns of Love-ot abba, hogy még egy tornyot elhozzon. Ugye Hillisztán kilőtte a Balatont, és így nem tudott érkezni Steve, hogy falhoz löki azokat az embereket, akik a Balaton mögött folyamatosan üdötték a tornyot. Tehát ez igazából torony döntési zónázású kihasználása volt. Ostrom Balaton. Ostrom, hát egyébként azt gondold el, hogy egy jó nagy hullámok egyszer csak ledöntik a tornyokat, simán elképzelhető. Úgyhogy ezt láttuk, 5-2 a toronyállás, és azért most már kezd kialakulni egy magabiztosabb aranyelőny, amire rögtön jön a válasz a sárkinak, elkezdik a baron nasort, de látja ezt a Unicorns of Love, és itt tudja, van Move is. Move-val együtt érkezik Csacsi, jó lehet a felbőszítés, Sprattel azonnal meghal, ez még jó, Move, atyaisten, kettőségosság, Csacsi, Mr. Rales, alig áll a lábán, nem is áll a lábán, most már meghal, és nézd meg, X-Zár is elhoz egy kettőségosságot, Fox azért, hát egy... Nehéz célpont lehet, nem is nagyon hiszem, hogy utána megy a Unicorns of Love, de miért tenné meg? Hát itt van a baron nasor, amit elkezdett a sáke, és 4 emberrel fizetett érte. Gyönyörű szép csapatjáték volt a Unicorns of Love részéről. Túlságosan, igazából egy kvázi pánik baron hívás volt ez a sákétól. Gyerekek 4000 arannyal mennek az ellenfél, illetve nincsen tornyunk, se kezdjük el. Rettendő kevés élettel kezdi el már a csatát, az a Steve, aki mikor átváltozna, már meg is hal. X-Eye pedig nagyon szépen tudja kizónázni mind Mr. Rales, mind Giliust, akinek a gubója elől még el is tud szaladni, és az a sebzés, ami Viktornál már van, az bizony fájdalmas, nem csak a Hextech agyának, hanem már Riley kristálybotjának is ott van a sebzése, illetve már egy kis ragyogással is rendelkezik. Így a Unicorns of Love csapatához kerül a baronnasor erősítés. A harmadik sárkány, egyébként a sárkányokra ezen a mérkőzésen annyira nagy fókusz nincsen, ez még csak a harmadik sárkány, aki él, és ez egy felhő sárkány, így inkább sokkal fontosabb volt a baronnasort elhozni a Unicorns of Love részéről, és még
az alsó ösvényen elhozni az utolsó kettes szintű tornyot, amire érkezik négy ember is, vízi csacsi. Mivel nem sokára elérhető az egységben az erő képessége, a felső ösvényen kardoskodik Steve-vel, aki igazán fog alakulni, de ki fogja várni konkrétan csacsi, míg visszaalakul. Ez a Gnár, majd utána... És amúgy is van utána, neki sebzés csökkentése, nézd meg, jön mindenki rá. Jó, akkor árnyékugrással arra megyek. Itt van még Gilius, elhasználta ráadásul még a proton övét is Gilius, hogy ezt a mérkőzést valahogyan megpróbálja megnyerni a csapatának, de nem jön össze. Mr. Alexander használja a szellemkardot, Gilius viszont megint találkozik Exile-al! Plaf, pucs, plág, ennyi kész, ez történt a pókkal. Istenem, Exile. Nagyon szépen megtalálja mindig pókanyót, és ennek nagyon nem örül. Az inhibitortoron dölt már az alsó ösvény alá négy felvonásban. Kérdés, hogy Hirissang, hát ezt az mondjuk betalált rá, de ez ide kevés. Közben Steve. A középső ösvényen is el lehet hozni egy inhibitortornyot. Steve meg fog halni? Jó lenne, hát meg is hal. Csacsi még él, de meddig? Nem sokáig, viszont jön a válaszlépés a Unicorns of Love-tól. X-Zájban mennyi sebzés van, betojási van abszolút miatta. Kösz, jó az átok nyerő, csak nem Veritas ellen. Sprattet még el lehet hozni. Ász a Unicorns of Love-nak. És most már biztosan kijelenthetjük, hogy az első összecsapásukkal ellentétben ezt a küzdelmet nem fogja magabiztosan megnyerni a Schalke, mert a széria első ütközetét a Unicorns of Love hozza el. Ez most már tuti Franco Hozier. És gyönyörű szép játékkal, én azt kell, hogy mondjam, Vizicsacsi Senje nagyon jól bevált, ugye erről beszéltünk, hogy ő meg tudja fogni az ellene felálló gnárokat is, tehát nem érdekli őt, hogy az a gnár távolról fogja őt piszkálgatni, kellően jól tud majd csúszkálgatni, illetve a pajzs használatoknak köszönhetően meg tudja akadályozni, akár ugye az a jelzők gyűjtése utáni plusz bónusz sebzést, amit gnár képes kiosztani. Tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy nagyon jól megfogta egyrészt Steve-et a felső ösvényen, végig kvázi vele kellett játszania. Rettentő használta ki a végső képességét, tökéletes időben és jókor jött mind a rajtaütésekre, mind a csapatharcokba. Ezért emlékezzünk a Baronna sornál, ami kvázi megfordított, hát vagy legalábbis bebiztosította nagyrészt a Unicorns of Love győzelmét. Move volt az, aki végső képességgel érkezett egy alagúthoz. És ő volt az, aki egyes-egyedül berongyolt öt ember közé, és rögtön érkezett rá az egységben az erő, így megvolt már a két tank, aki tudott futkoreszni. Innentől kezdve Exile-nak csak le kellett vadásznia mind Pókanyót, mind pedig Jint, és én úgy gondolom, hogy Exile nagyon jól vadászott. Fox pedig olyan semmi volt ezzel a Cassiopeiával már megint. Nagyon szépen tartotta a farmot, de egyetlen egy jó végső képessége volt, az is most a legvégén, amikor Exile-ra, az ennyi életes Exile-ra még bemegy oda előre közép, hogy így rá tudja köpni a kővédermesztéssel. Így rád néz a kővédermesztéssel, de hát konkrétan benn volt három ember között. Tehát, hogy ezt így mondjuk távolról lövi, akkor persze van esélye, hogy valaki hátat fordít neki, és azt mondja, hogy jó, köszönöm, akkor lassan, de elsétálok. De... Nem tudta, egyetlen nem tudta kihasználni Fox azt a Cassiopeiát. Ugye az volt a nagy különbség a Viktor és a Cassiopeia között, hogy Viktor azért bőrsebzéssel rendelkezik, és nem csak azzal, hogy halálsugár, előjel, szívás és káoszvihar, hanem utána is érkezik még a halálsugár, ami hatalmasakat vagy a másodlagos halálsugár. Pontosan, a másodlagos halálsugár, meg gyorsan újra töltődnek a képességei. Cassiopeia szintén meg tudja ezt csinálni, de ahhoz, hogy igazán nagyot tudjon sebezni, ahhoz mérgeznie kell az ellenfelet, és emiatt idő is kell, mert a képességeit jó összhangba kell folyamatosan 3-4-5 másodpercig nyomnia. Ez nem ment neki, nem volt rá ideje, mert tényleg Move is piszok jól érkezett, ott volt Csacsi, aki szintén nagyon jól érkezett, és megosztották az ellenfél figyelmét, tehát nem az volt, hogy ment a nagy fal előre, és akkor csak egy irányba kell figyelni, mert ott vannak a tankok, nézzük is van, meg. Itt van ez a visszajátszás, nézd meg, rögtön két ember már meg is van, Veritas, illetve Exile két teljesen más oldalról harcol, Fox megpróbálja Veritas teljesen kiszedni a játékból, de Move folyamatosan figyel a lövészére, innentől kezdve az, hogy már két oldalról jött a sebzés a Unicorns of Love-nál, illetve a két tank benne állt elől, és konkrétan rámászott mindenkire, akire nem szégyelt. Nem egymás elől akart elvenni a sebzést a két tank, hanem azt akarta, hogy minél több célponttól
osszák, minél több célpont között osszák meg. És ugyanez volt egyébként az alsó ösvényen is, amikor emlékez Move, két embert, Gilius-t, illetve Mr. Ralest, tehát egy early game-es Elise-t, aki még tudott volna sebezni, és fontos lett volna, illetve azt a Jean-t, aki egyébként ott az alsó és fényes sebző karakter volt. Egyes egyedül, nem tudom, 7-8-es szinten így tartotta fönn, hogy oké, akkor ti itt maradtok a folyóba, mert ők majd addig megölik a Sprattelt is. Abszolút. Okay. Tökéletes volt a két tank közötti összhang. Ezt már látjuk amúgy mostanában, hogy Move és Csacsi között van valami közös szikra, és ez jól működik. Viszont Exile-t is ugye ki kellett emelni, meg is tettük, mert ezzel a Viktorral, ez sokkal jobban passzol neki ez a hős, még mindig azt mondom, meg mindig is kiemeljük ezt is, hogy a kontrollmágusok, amikkel egy picit távolról is tudsz hatni, ahol nem neked kell meghozni a hívásokat, ahol nem vagy kiszolgáltatva annyira az ellenfélnek, jól működött a Viktor a kezében egyértelműen. És akkor ott van a másik rész, a másik oldal a Schalke részéről, mert nyilvánvalóan a Hillsong is jó volt, Veritas a háttérben mozgott, de a kiosztott sebzés alapján úgy gondolom, hogy ő is benne volt a küzdelmekbe, attól még, hogy nem ő hozta a gyilkosságokat. A lényeg, hogy a másik oldalról, ami nem működött, az úgy gondolom a Karma Jean kombó, mert nem nagyon sikerült ugye az ösvénye nekik erőnyt kialakítani. Sőt, ami sebzés beérkezett, azt Hillsong vissza tudta gyógyítani, hát hiába jó volt. Jó választás a Nami, tehát hogy pont erről beszéltünk, hogy a Braum-mal szemben valószínűleg a Nami jó választás volt. És ugye választás. Hiába is gondoltuk azt, hogy majd az inspirációs karma, vagy hiába is gondolta azt a Schalke, hogy az inspirációja a karmának pajzsot ad, és az felére gyógyításra, nem mert ritkábban tudod alkalmazni, mint annyira Hillsong a gyógyításait teszi, és amúgy teljesen más elég a dolog. Mi viszont most elmegyünk egy rövid szünetre. Érkezünk vissza utána a Unicorns of Love és a Schalke második mérkőzésével. 2-0-ázhat a Unicorns of Love? Hamarosan kiderül. Sziasztok! Hello!